Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. Itt a középen lévő kártya utal a központi témára, és jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul. Itt lesz egy találkozás, de azért légy óvatos, mert a háttérben van valaki, aki figyel benneteket, féltékeny vagy irigy. Ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Itt ezen a kártyán látható egy idősebb úr, ez jelenthet egy idősebb személyt, itt látható az ellenség. Lehet, hogy ő figyelget téged vagy benneteket, de ez a kártya jelentheti az ő tartását is, hogy valami miatt ő szomorú, néha egyedül érzi magát. Neki óvatosnak kell lennie, hiszen az ő környezetében megjelenik ez a hamis személy, lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Ami tény, hogy ez a férfi szeret téged, itt van a remény, a szerelem, sőt a házasság, hiszen ezt tervezi. Itt a pénz jelentheti az anyagiakat, hogy rendeznie kell az anyagiakat, de jelentheti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Itt lesz egy jó hír, megvan erre a remény, és itt erről a szerelemről van szó. Ez a házasság és a levél jelenthet bizonyos szerződéseket is, ahol anyagiakról, a munkáról vagy a hivatásról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!